Szevasztok srácok, Dark vagyok. Wartandezzünk egy kicsit. Eddig a csatornán csak Armored Warfare volt fönn. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy profilingba inkább belevág a Wartander. Ez a Armored Warfare videó is igazából teszt jelleggel zajlott, hogy a videó felvevő és az egész gépem hogy viselkedik a játék alatt. De maradjunk a Wartandernél, azon belül is britek, kettes szint, légvédelem, gumikerekes jármű, armored car. Hát nem kell tőle sokat várnunk, ami a páncélzatot illeti. Mint látjátok, eléggé nincs páncélja. Tehát lényegében bárhol lőnek meg benneteket, azt fogja eredményezni, hogy minimum sérültök, de legrosszabb esetben egy lövésre meg is haltok. Most az ellenfélem múlik, ugyanis erre a járműre inkább az úgy sárga, úgynevezett HL lőszerrel érdemes lőni. Az most a briteknek nincsen, de mondjuk nézzünk meg egy német tankot, ahol elvileg kell, hogy legyen. Nézzük meg mondjuk a H1-es Tigrist. Jaj, nincsen. Jó. Oroszoknál tuti van. Nézzük csak meg. Nézzük csak meg a HL lőszert az oroszoknál. Itt van, OF-350M, éppen annál a típusnál, amit most nézünk. Tehát ha ezzel a lőszerrel bekaptok egy lövést, akkor nagy valószínűséggel egyből mindenki fog menni a tankotokból, ti is elbúcsúzhattok. Spawnról jöhettek újra az új tankkal, mennyiben van még rendelkezésre álló. Ez azért kiüti a legénységet bentről. De a briteknek nem nagyon vannak ilyen lőszereik, úgyhogy mi ilyen fajta sebzést nem nagyon tudunk okozni, ellenben azért nekünk is van lőszerünk. Tehát alapból a default lőszer is, amit tud, az armor piercing és high explosive fragmentation. Tehát, hogy emléletésikor ebben van olyan lőszer is, tehát aki háromból, minden igaz, akkor kettő, de lehet csak egy, itt a képen, ami föl is gyújtja az ellenfelet. High explosive, nagyobb az esélye rá azért, hogy több modul sérül oda benne ki. Na, de amire figyelni kell. Ez tényleg lényegtelen, hogy mit csináltok a tankkal, úgyis el fognak benneteket lőni. De ami biztos, hogy a lőszer ebbe a tankba, az itt lesz alul, látszik a személyzet alatt. Tehát mondjuk HL-vel kaptok szemből egy lövést, instant kill, oldalról instant kill, teljesen mindegy, hol lőnek meg benneteket, úgyis meg fogtok halni. Nagyobb az esély, hogy AP-val lőnek benneteket, vagy robbanóval, akkor nem haltok ki elsőre, de ha olyan helyen álltok meg, éppen mert oltani kell, szerelni kell, nem szikla mögött vagytok, a következő úgyis ki fog benneteket vinni. Na, én azt mondom, hogy nézzük meg ezt a járgány csatába is. Nos, meg is érkeztünk Tunézia pályára. Hát, igen, megindulunk a C pont fele, és az van közel hozzánk. Majd próbálom a csapattársakat előreengedni, szerintem akaratlanul is meg fognak előzni, gyorsabb tankjaik vannak. Azért ez a gumikerekes ezen a homokos pályán nem a leggyorsabb, bátya, ne gyere nekem, hogy még te is megakasz, kösz szépen. Tehát próbálom egy kicsit előreengedni őket, és vagy fedezékből lövünk, vagy berohannunk a célra, a híd alá, de az a baj, hogy amint odaérkezik egy ellenfél, szerintem lényegtelenül milyen tank, és ölő előbb, akkor komoly bajaink lehetnek belőle, és így kétszer is át kell gondolni, hogy beszaladunk-e vele a pontra foglalni. Tehát a játék stílusunkat egy nagyon picit át kell alakítani. Ezzel a tankot fogok mondani, nekem ez az egyszerűbb, de ami gumikerekes járművel. Nos, mi az lesz most, hogy bemegyünk célra, amit látom a barátunk itt az MK2-esével megindul előre, és bemegy a híd alá, na most ezt mi is megtesszük vele együtt, és majd várjuk, hogy mik jönnek szembe. Innen kell őket várni majd, hogy innen ereszkednek alá. A mélybe. Jó, kezdésnek húzzuk be a pontot. Én is akarok részt venni benne, nagyon szépen köszönjük, bejöttünk. Zonk a csörd. Tehát már előrébb vagyunk. Pár ponttal. Ki megy ez itt? Jó, nem, ne erőltessük, inkább biztosra menjünk. Kerüljük meg gyorsan, és utána vissza a fal mellé. Azon nyomba, sietve. Hát eddig úgy néz ki, hogy nem jöttek a célra, vagy jönni fognak, de nagyon furmányos módon valahogy oldalról próbálnak majd minket becserkészni. Egyelőre oldalról se látok senkit. Akkor haladjunk meg fölfele.
A, vannak, az biztos, B és a C pont a miénk, C pont, amit elég sokan vagyunk. Van körülöttem 4, 5, 6, 7, hát nagyon sok társ. Úgyhogy nyugodtan nyomulhatunk előrefele. Maradunk egy kicsit a szélén, abban reménykedve, hogy a többiek a spóról jöve őket veszik gorcső alá, és nekünk oldalt állnak, ami okán majd mi be tudjuk őket lőni. Meg is próbálkozunk egy ilyesfajta támadással. Előbb körbenézzünk, hogy látunk-e bárkit is. Ami nem ide való. Akit, ami nem ide való. Akit nem ide való. Elég jó. Előttünk egy darab tank már is feltűnt. Hát mi ezt meg fogjuk nyalogatni ezzel egy kicsit. Reméljük, hogy a barátunkra figyel. Opika, szia! Opika! Azt hiszem meg lesz. Ennyi volt. Egy tank, jön a következő. M22 Locust. Jó fedezékbe, mert egy lövés kaptunk, amit mondtam nektek. Ez már kettő. Még nem mentünk ki. Ez köszönhet a lőszerelnek is, hogy neki nincs annyira nagy lövege. Én inkább szeretnék innen elgurulni, csak nem teszi nekem lehetővé. És ki is lőtt a Locust, látjátok? Tehát ennyi volt, jobban kellett volna, jobban fedezékbe kellett volna maradni. De mivel ott volt ez a csodálatos német tank előttünk, ezért úgy gondoltam, hogy mi ezt szedjük ki. Hát egy kill, egy halál. Ezért ezzel a tankkal lehet sokkal óvatosabban is menni. Na, semmi gond, majd nézzük meg a következő csatába. Na, visszajöttünk még egy kicsit, hiába lőttek ki a légvédelmünket. Még a lehetséges tankok közül azért behozunk egy párat. Megpróbáljuk ezt a meccset lehozni, amire valljuk meg azért van szanszunk. Az ellenféltől... Hát, azt nem mondom, hogy többször haltak, mint mi, sőt... Egy tank elébe vannak, tőlünk ketten már kiléptek. Tőlük már egy kihalt, aki még mindig nézi a partit. De az nekünk nem számít. Nos, ho-ho-ho! Hát akkor, amint látom, minket már megkerültek az A felől. Úgyhogy akkor próbáljuk meg innen lövöldözni ingyen. Mert úgy látom, hogy innen lehet esélyünk rá. Ó, még egy! Ezek fogunk innen már benn vannak a spawnunkon. Nem szégyellik azt, hogy pusolnak előre. Hát helyük be, inkább a pontra jöttem volna, mert így ez a parti attól még nem lesz megnyerve, hiába pusolják azt az oldalt. Attól még nyerni nem fognak ilyen könnyen. Nekünk is van egy kis beleszólásunk azért abban még. És meg is jelentek előttünk a tankok, csodálatosan Cromwell, amire próbálunk rálátni. Hit, csak hit. Azért ezt nem annyira egyszerű beütni, de semmi gond. Mert lövünk egy artit, igaz, hogy nem a Cromwellre. A Cromwellre nem tudunk artit lőni, nem látjuk, nincs a látómezőnkbe. Vagy egyszerűen csak nem veszem észre. M3, ó, PZ4-e, és ez már itt van benne nálunk. Itt így előre jött ez a PZ4-es. Hát nézzük meg. Nézzük meg, hogy innen ezt meg tudjuk-e bántani egy kicsit. Menjünk az oldalába. Egy Crusader. Hát itt persze, hogy szikla mögött ródolt, tehát ezt nekünk nem kellett ellőni. Talán most. Nem, egyszerűen most az Artim talált el, de... Egyszerűen ezek a jó emberek mindig valahogy elvonulnak, és én nem tudok rájuk sebezni, ott egy Valentine. Megpróbálunk rálőni, elég messze vagyunk, ezért ezek az ágyuk azért nem arról híresek, hogy itt több kilométerű pontos lövéseket fogunk leadni. És konkrétan ez még nincs is egy kilométerre. Ott egy duck. Csak loadert lőttünk neki. Hát itt van mindenki velünk szembe lényegében, itt van az egész hadsereg. Jó, hát azért van itt bőven tank előttünk. Meg akarunk rálőni arra, természetesen nem találjuk el. Nem látszódott ki, most látszódik ki a tornya. Lövünk még egyet. Csak hit. M3 Lee. Lövünk még egyet toronyba. Semmi. Jó, hát itt most... minket szeretni fognak nagyon, úgy érzem. Megpróbálok elmenni. Hogy följönnek értem, mert nagy mellénnyel, hogy 3-4-en vannak. És akkor akarom őket belőni, most kezdjük egy helyváltoztatással és innen lőni rájuk.
Ahonnan nem, talán nem számítanak rá, de inkább behozunk egy bombázót. Kezdésnek. Szia, miénk? A C-t nem fogják elfoglalni szerintem, de a B-re ráküldöm őket. Hát a segítségre lesznek, én is oda megyek bombázni. Mennek már fiúk, csak van rajtunk egy vadász, aminek nem örülök. Méghozzá ott. És nézzétek meg, csodálatos csapattársunk, semmi más nem csinál, mint elmegy, és ő a vadásszal meglövöldözgeti szépen, lehidelgeti a tankokat. Semmi gond nincs azzal, bátya, hogy itt repülök fölötted, itt kéne segítened tulajdonképpen, de nincs ezzel gond. Nincs ezzel gond, maradj csak ott. Belerepülünk, hogy az is sebzés legyen. Úgy, egy hit, csak azért, hogy belerepültünk. És akkor induljunk neki a következő pontnak, húzzuk vissza B-t. Jó, Grand Union Destroyed, egyet kibombáztunk. Méghozzá a PZ-3 helyett ott az A pont szélén a fal mellett. Úgyhogy a B-n nem néztem, hogy vagy kilőtték. Kilőtték ezek szerint az enemit. Mert tudjuk húzni. Nem megyek be, itt maradok egy kicsit oldalt, hogyha valaki jön, ott is jönnek. Akkor meg tudjuk őket nyesegetni. Gyertek csak. Kicsit gyertek még beljebb. Addig elkempelgetünk itt szépen. Ez olyan messze lehet ez a PZ4, nem látok el oda Artival, úgyhogy hop-hop-hop-hop-hop megjelent mellettünk egy Valentine. Akit felspotolunk. De nem tudjuk betenni az csapattársaknak, elvesztettük a spotot. A tényegében akkor most jön mellettünk valaki itt, jobbra. Itt bizony egy BT5-ös. És addigra kilőtték. Ezt semmi szedtük ki. Két kill eddig, azért nincs megváltva vele a világ. Két killen nem kell messzi menni. Se nem kitűzni a dicsőség falra. De a lényeg az az, hogy milyen a parti. Ugye ami játéknak igazából a fő célja. Hát az A-hoz mehetnénk, ott tuti vannak, de... Mi most ezt próbáljuk meg itt kinézni magunknak, aki itt van a szikla mögött előttünk. Már számítok azért még oldalról is lövésre. De talán a Valentine is ezek hiába lövöldöznek 75-össel, olyan messziről nem fognak talán pontos találatot leadni. Már csak azért sem, mert ugye mindenki most kezdte el fejleszteni a briteket. Most kezdte el fejleszteni a briteket, ami azt hozza magával elméletesíkon, hogy senkinek sincs olyan hú de jó legénysége. Tehát olyan nagyon távolra lövések, nagyon pontos lövések talán nem lesznek. És hol van ez itt? Itt van lenn. Na gyerünk. Kapott egy kritikát, mindjárt következőre befejezzük. Jó, nem farolj át, nem ér semmit. Ott a Valentine fönn. Rálövünk, de... De kilőtt egy Marder 3, akit nem vettünk észre mellőlünk. Húzzák vissza a C-pontot, három társunk megy oda, gyorsan mégis bepróbálunk becsatlakozni. És ez a parti még bőven meg lehet. Hát a Valentine nem a gyorsaságáról híres. Azért fogalmazzunk úgy, hogy berássolunk a C-re. Hát a gyorsaságot azt majd látjátok, hogy ez mennyire fog sikerülni. Dobunk egy artit a C-nek kicsit túlra, hogyha jönnének le a vízbe, és ne a fiaink sérüljenek, hogyha beállnak a C-re. Bár még így is belerohanhatnak bőven. Szóval a távolsági lövésektől azért nem tartok túlzottan, tartunk tőle, csak túlzottan nem, mert mindenkinek alap, idézőjelben alap még a brit legénysége. Kivétel, hogyha belefetszőtek egy kis kreditet, a kis aranyat, hogy átváltsák azt pontra, amit aztán be lehet váltani a legénységre. Én ezt nem tettem meg, nem is akarom megtenni. Majd szépen lassan ez kifejlődik. Nagy százalékban azért az ellenfél is kis szintű, ami a crew levelt illeti, úgyhogy mi mindig azt mondom, hogy egálba vagyunk. Egálba nem látunk olyan messzire, egálba nincs annyi craft a legénységi tagokba, és egálba minden szépen alakulhat. Egy M3-as, amit mi már nem fogunk innen ellőni, de még mindig próbálkozunk vele, hát ha ott kijön. Ott kijött, az oké addig. Ha mindig be tudják lőni azt a pontot, amit nem szabad engedni, akkor szopóágon vagyunk. Jó, előttem a commanderét. Target undamaged, azt gyorsan ki kell lőni.
Ezt nem szabadna engedni, hagyni lemenni? Ezt nem szabadna engedni. Hogy ott okoskodjon, ugyanis most ő is vissza tudnánk lőni, és mi is. Nagyon könnyen forró járhatunk. Amit nem szabad engedni, az elejét belőjék. Már alapból döntve van, de még így is be tudnak azért minket lőni. Ajaj, ez itt annyira nem lesz jó. Szerintem nem találom el ezt az M3-ast. Persze, engem eltalál egyből, azt, hogy nem sérülök, az egy dolog. De hogy... nekem azért nem sikerül. Látjátok, ez igazából a Gunner skillnél a... most lesz jó. És most se. Hát a Gunner skillnél a range findingot, hogyha húzzátok, az ugye az, abba segít elő benneteket, hogy távolabbra pontosabban, jobban tudjátok lőni. Tehát igazából azt a célzás sokkal pontosabb legyen. Megpróbálok itt kimenni. Nem tudom, hogy fölakad ezen. Nem akad föl, úgyhogy gyerünk. Van egy M3-as még előttünk. Igazából sok esélye már neki nem lesz, mert... hát mert... mert ma milyen a parti, tehát elfogyott a ticket pontjuk így innentől kezdve. Neki már édes mindegy. Jó, megpróbál befutni. Nem találtuk el. Annyira picike tank, hogy igazából nem is tudna minket nagyon kicsinálni, annyian vagyunk itt. Na srácok, ennyi lett volna egyelőre ez, de még A-val érkezek. Na fő a változatosság, megérkeztünk a következő pályára. Megint Tunézia. Megint megpróbálunk valamit kihozni a buliból. De csak settenkedve. Az a baj, hogy amíg mi van sútra nem tudunk elvinni valakit, mondjuk elég gyorsan lövünk ezeket a lőszereket, amik nekünk vannak, de amíg nem tudunk van sútra nagyon elvinni valakit, addig nincs értelme. Közelharcnak semmiképp. Most megyünk be a városba, azt sem mondom megfelelő választásnak, de hát ott a pont, hova máshova menjünk, ugye. Úgyhogy az lesz megint, hogy hagyom a többieket egy kicsit előre menni, és majd én ilyen másodvéd vonalban megpróbálom a sebzéseket kiosztani. Kis modulhitekkel, esetleg konkrét killekkel, hogyha valakit jól meg tudok sorozni. Most kicsit várunk, most megvárjuk, hogy elmenjenek a többiek. Jó, hadd menjenek a fiúk, ez az erre jön egy Crusader, akkor mi már vele fogunk tartani. Ez már jó lesz azért. Leroboltuk a házat, hogy ne kapjuk meg azt a úgymond közegellenállást, amit a ház tolásával nekünk el kéne szenvedni. Már is szembe ellenfelek. Megpróbáljuk őket hitelni házon keresztül. Nagyon jó. Egy Crusader, amit ki tudunk lőni, hogyha végre betöltünk! Nem tudjuk kilőni, ott a következő Cromwell. Jó, Crusader az küzd vele. Nekünk igazából gyenge pontra kéne hagyatkoznunk. Bátya, nem akarsz egy kicsit jobban kijönni? Nekem úgyis jó, hogy ott maradsz. Azt, hogy át lehet lőni a házon, srácok, lehet, hogy sokan nem tudtátok igazából bátran, mert ez lényegében a tank az nincs is kint előttetek, ti már el tudjátok őt lőni. A Crusader föltartja, addig megpróbálok beljebb jönni, hát mondjuk az oldalába tudnék kerülni egy kicsit, de arra már nem mehetek. Arra már nem mehetek, ez innen fog jönni. Ez szerintem nem nagy titok. Öljünk ide, úgyis Cromwell, és azért már megvan egy kicsit szakkozva. Ha befordulnál, kicsi szívem, akkor bemennék a Zsák utcába. Köszönöm. Na, egy fajtót kibírtunk vele dönteni, de... Oké. Okay. Gyerünk kicsim, menj be! Jó van, benn vagyunk. Azért ennek a tanknak nagy feladatokat okoz ez is. Hol az a nyambat Cromwell? Megint mögöttünk? Cakkozza a barátunkat? Azt kell mondjam, hogy ki cakkozta a barátunkat, úgyhogy megpróbálunk a seggébe jönni. Jó, azt nem fogunk vele érni, de mi nagyon hírók vagyunk. És most megpróbáljuk őket három túlról lőni. Csak nem találjuk, ugyebár. Itt kéne lennie, az a baj, nekünk vannak a túloldalon is. És fölgyújtott minket, számított ránk, úgyhogy dobunk egy artit rá. Már nem dobunk, megkilőtt minket. Ennyit sajnos látjátok az Urban Battle-ről, ennyit, tehát hogy a városi harcról. Ez a tank ez nem tud ilyeneket maga biztosan lehozni, sőt, igazából semmit. Fos Pro az a neve a csávónak, hát akkor keressük meg Fos Pro nevezetű barátunkat. És vessük bele magunkat az élvezetekbe. Nyugodtan mondhatjuk, jelenleg mi állunk vesztésre. Ez nem a legjobb hír nekünk. De majd most azt csináljuk, hogy én oldalról egy kicsit
Ha még ott áll ez a Chrome-mel, akkor innen megpuszilgatjuk. Ott lesz az még. Ott lesz az még. Innen dobunk egy puszit neki, a fiúk előrébb tudnak nyúlni. És megyünk utánuk be a városba. Return to Battlefield. Jó, majd mindjárt előbb hadd lőjek egyet. Jó, target undamage. Jó, Grand Unit Destroyed. Ennyi, mehetünk vissza, srácok, mert ugye a játék az pampog érte, hogyha nem vagyunk a csatamezőn, de ettől függetlenül, amíg ezt látjátok, hogy itt van, mint a Battlefield, addig nyugodtan lövöldözzetek, nem lesz semmi bajotok. Akkor van igazából bajotok, akkor lesz, hogyha elindul a visszaszámlálás is. És addig nem sikerül visszaérni a csatamezőre, mert akkor csúnyán megszívjátok, ugyanis felrobban a tankotok, és annyi volt. Na hát akkor segítünk újfent innen. De sajnos kilőtték, és azon a tanakodom, maradjak itt egy picit kempelni, és várjon meg azokat, akik onnan jönnek. Én azt hiszem, hogy ezt fogom tenni. Így is van. És segítünk azoknak a fiúknak, akik ott állnak elől. Jó, előttem a gunnerét, mehetünk vissza, nyugodtan mehetünk vissza, oda be a ház mögé, hit, nyugodtan mehet. Nyugodtan mehet a hit a ház mögé. Mindig hiteljük, látjátok, semmit nem ér az, hogy ilyen ház mögött van. Kicsit, még kicsit hátrébb lövünk, és kapott egy kritikál hitet. Úgy érzem, hogy onnan nem fog elmenni. És akkor most kilőjük. Nem tudok olyan alacsonyra lőni, ugyanis bejött elénk a társam. Tök jó lenne, hogyha nem ott lenné bátyja. Jó, a Chrome nem tudom, hogy hova ment. Én szerettem volna kivégezni. Megmutassam nektek, hogy falon keresztül simán lehet ölni. De hát figyeljetek, többet odalőhetnék még, de már nem jelenti azt, hogy sikerül is járunk, egy picit spóroljunk a lövedékkel. Valahol ő itt van, az Isten tudja, hogy hova bújt. Jó? Cromwell meg volt a kill assistot, megkaptuk! Gyerekek, mögénk kerültek, mögénk kerültek, mögénk! Mögénk kerültek, ez hogy vélekedtek erről? Hát én erről úgy vélekedek, hogy amíg ők fogják itt a seggemet, akkor én addig rájuk nézek, mert ez egy nagyon nem... Ez egy nagyon nem szimpatikus így nekem. Hol vagy te, Crusader? Az előbb még itt voltál. Ó, Valentine MK, mögöttünk, forduló. Azonnal megforduló, őt lőjük, engem nem érdekel most mögöttünk a Crusader. Majd remélem, hogy más is észre fogja őt venni. Egyelőre szakozzuk meg kicsit azt a Valentine-t ott elől. Lőttem egyet poénból a házba, de amit látom, már kilőtték, tehát ez kár volt előni. Most se baj, srácok, megyünk tovább. Nyomunk egy artit a hidról befele jövő ágnak. Hát, ha hasznukra lesz. Az a baj, hogy... Azt nem mondom, hogy körbe vagyunk véve, mert itt egy nyomvat Crusader volt csak, de azt ott megfogjuk. Itt van, benn baloldalt. Megkeseríti a srácokat. Mi is kaptunk, látjátok. Azért mi is kaptunk itt egy pár bombát, meg artit is, tehát ők ugyanúgy kiküldik az artit az A pontra vezető útra. Tehát nyilván számítanak rá, hogy jövünk befele. Hát ilyenkor igazából nem tudtok sok mindent csinálni, kicsit beoldalasztok, kicsit erre mentek, kicsit arra mentek, azt reménykedtek benne, hogy nem talál el benneteket. Hoppá, itt van egy következő felhasználó, aki szeretné pofont kapni tőlünk, egy kritikál hitre. És akkor megy a következő, tudjátok, ház. Nincs. Na látjátok, itt például nem lehet átvenni, de azokat a házakat, amik alapból lerobbannának, lerombolnának, azokat emberek át lehet ütni. Jó, Crusadernek föntre kell lőni, oda. És onnan pattanunk pont le, pedig oda kell lőni a Crusadernek. Oda. Jó, driver engine. Jó, lövünk még egyet. Nem baj, nem szerelünk. Most már szerelünk. Most már szerelünk, most előtte a gunnerünket. Próbáljuk mozgatni a tornyot, mit sem ért, itt volt mellettünk is a Crusader. Lényegében itt volt előttünk jó pár csapattárs. Kihaltak 3 másodpercen belül. Így már mi sem tudunk mit csinálni. Na, semmi gond, mert van még mindig egy Valentine-unk, amivel visszamegyünk. Csak ez a baj, hogy nézzétek meg a térképet. 3, 5, 7, 8 tank van itt az A körül, sőt már rég túljöttek rajta. És mint említettem, már jönnek a segünkbe is, úgyhogy én most azt fogom csinálni, hogy kimegyünk ide hátra poénból. Csak kinézni. Hát lehet nem is arra fele, hanem egy kicsit erre. Az a baj, hogy ha oda fölmegyek, ugyanúgy lőnek engem bentről is. Tehát az A felől. Ezt...
Nagyon ügyesen csinálják, ugyanis nem csináltak semmi extrát. Csak jönnek be a városba, nyomulnak, és nézhetem meg a csapatunkat. Ez az a meccs, amit nekünk már azért lehozni nem kell. Lényegében el is kezdhetnénk nyugodtan bujkálni. Nyugodtan elkezdhetnénk valahova bujkálni, ahol úgy gondoljuk, hogy még legalább egy, maximum kettő tankot ki tudnánk lőni. Úgyhogy jelen pillanatban ide teszem azt a helyet, ahol bujkálni fogok. Mert ők úgyis túl fognak jönni az áll lévén, már túl is jöttek. És akkor miért ne lőjünk beléjük egy-kettőt, nem? Azt, hogy én nem találom el a tankot, az mondjuk ez ilyen... Nézzük, csodálatosan látszik az egész tank most. Ez azt jelenti, hogy valami mögött áll, vagy most itt mi van ott? Ott hiteljük. Kapjuk a bombát a fejünkre. Úgyhogy most innen megyünk ki. Jó, hát ez jött. Jó, noob lövés, nem tudjuk mozgásból, és minket végeztek ki mozgásból oldalról. Hát srácok, hagyjuk is ezt a menetet, ez ennyi volt. Ez mondjuk, hogy az elégtelennél is elégtelenebb. De az előző meccset lehoztuk, az a lényeg. Na, sziasztok!